Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Mess Attila vagyok. Március 1-e Albin névnapja van, 139 éve megalapították a Magyar Távirat Irodát. 100 éve a Nemzetgyűlés elsöprő többséggel választotta meg Magyarország kormányzójává Horthy Miklóst. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Tömeges határátlépési kísérletekről érkeznek hírek Görögországból. Határozatlan ideig felfüggesztik új személyek befogadását a tranzitzónába Magyarországon. A koronavírus miatt egyelőre nincs megbetegedés sem Magyarországon, sem pedig Szerbiában. Szlovákiában tarolt az ellenzék, magyar párt viszont nem jutott be a parlamentbe. Fennállásának 136. évfordulóját ünnepli Tisza Kálmán falva. Az ENC jelentése szerint szombat estére már mintegy 13 ezer ember torlódott össze a görög-török határon, abban reményben, hogy uniós területre léphetnek. Néhány nappal ezelőtt a magyar miniszterelnök biztonsági kabinettjének ülésén számos intézkedésről döntöttek, egyebek mellett arról, hogy megerősítik a déli határvédelmét. A Törökországból induló bevándorlókkal és a koronavírus helyzettel kapcsolatban tartottak ma rendkívüli sajtótájékoztatót Budapesten. A pénteki adatok szerint 6700 tiltott határátlépési kísérlet történt az év első két hónapjában a magyar határon, ismertette Vakondi György. A magyar miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hozzátette, ebből a számból 6100 migráns a szerb határszakaszon keresztül próbált meg bejutni Magyarországra. A legfrissebb hírek szerint a török belügyminiszter azt mondta, már több mint 80 000 migráns hagyta el Törökországot. Megvédjük a határainkat és belső biztonságunkat, legyen szó bármilyen erőszakos kísérletről a határokon. Másodszor, világos üzenet a migránsoknak is, bármit is mondanak a szervezők, erre nem vezet út. Nem érdemes erre kísérletezni, nem fogunk átengedni, megnyitni semmifajta átlépést. Tömeges határátlépési kísérletekről érkeznek hírek Görögországból. Mint ismeretes, Törökország nem hajlandó tovább feltartóztatni az országon áthaladni kívánó bevándorlókat. Tegnap este tüntetés volt Szabadkán a fennálló migráns helyzet miatt. Mai nap folyamán városban csak kevés migránst lehetett látni. Késő délelőtt Szabadka utcáin csak kevés migránssal lehetett találkozni. A Jádrán épülete melletti Rájhel Ferenc parkban azonban ma is várakoztak néhányan. Elmondták, Szíriából érkeztek, és nem hallottak a szombati tüntetésről a város főterén. Szíria. City? Damascus. Uh-huh. And where would you like to go? Germany. Beszéltek arról is, hogy a nagykikindai befogadóközpontban vannak elszállásolva, a helyiekkel és a rendőrökkel nincsenek gondjaik, de a szerb-román határon összetörték a telefonjaikat, elvették a cipőfűzőket és a nadrágszíjakat tőlük. Határozott elképzeléseik vannak arról, merre mennének tovább. Szerbia, Románia, Hungária, from Vienna, from for Holland. A szerbiai befogadóközpontokban jelenleg 5800 migráns tartózkodik. Az újabb várható hullámról beszélve Vladimir Cucic, szerb migránsügyi biztos elmondta, hogy Szerbia fel van készülve minden eshetőségre. A szerb közmédia híradójában kitért arra, hogy kisebb csoportok érkezésére folyamatosan számítani lehet, de egy nagyobb tartós nyomás is valószínű. Mi očekujemo jedan značajni priliv iz cele Turske, jer je očigledno da prilično organizovano se tom pokretu pristupa i može se očekivati veliki pritisak ne samo na Grčku nego i na Bugarsku granicu. Također mi očekujemo da će, znate, da niko neće dozvoliti da se ponovi 2015. godina. Minden eshetőségre oda kell figyelni, ezért is vannak kapcsolatban a görög hatóságokkal, a Vörös Kereszttel és egyéb nemzetközi szervezetekkel, szögezte le a biztos. A szerb közmédia jelentése szerint több mint 36 ezer migránst engedtek tovább a török hatóságok a görög határ felé, szombaton este Edirne városán keresztül. Sem Szerbiában, sem pedig Magyarországon nem regisztráltak eddig koronavírusos esetet. Az illetékesek azonban figyelmeztetnek, szinte elképzelhetetlen, hogy előbb-utóbb ne jelenjen meg a COVID-19 elnevezésű kór.
A fertőzés már felütötte fejét egyebek között Horvátországban, Romániában, Észak-Macedóniában és Ausztriában is. Közben az első halálos esetet jelentették az Amerikai Egyesült Államokban, Thaiföldön és Ausztráliában is. Zlatibor Lončár szerb egészségügyi miniszter pénteken kijelentette, nincs ok pánikra. Magyarország pedig bejelentette, határozatlan ideig felfüggesztik új személyek befogadását a tranzitzónába a koronavírus miatt. Vasárnap délig mintegy 87 ezer ember fertőződött meg a koronavírustól világszerte, 1486-an Európában. A halálesetek száma majdnem elérte a 3000-et, ebből Európában 31-en haltak meg. A felgyógyult személyek száma összesen több mint 42.500, Európában 88 fő, tehát a fertőzöttek csaknem 50%-a felépült. Határozatlan ideig felfüggesztik új személyek befogadását a tranzitzónába Magyarországon a koronavírus miatt, jelentették be vasárnapi rendkívüli sajtótájékoztatójukon az illetékesek. Az Iránból érkezőket Budapesten és Debrecenben is ellenőrzik. Magyarországon a kórelőzmények, az utazási előzmények és a betegség tünetei alapján 125 olyan beteg volt, akitől vérvételre került sor, és laboratóriumi vizsgálatot követően mind a 125 személynél egyértelműen kizárható az új koronavírus jelenléte. A vírus türelemre tanított, nyilatkozta egy Wuhanban ragadt Niksiti egyetemista a szerbiai közmédiának. Goran Koprivica már másfél hónapja van karanténban, és eddig még jól érzi magát. A város kihalt, nincs mozgás, néha tűnik csak fel egy-két autó. Náramon de vírus néze sálu, a vírus postoji, vírus síri, međutim, usled preduzetih mjera opreza, ovdje iz dana u dan je stanje bolje, tako da se svi negdje nadamo nekom što ranijem poboljšanju situacije. Međutim, nikako ne treba upadati u paniku, jer panika ne može da da nekakav pozitivan ishod. Zato je najbolje biti dobro informisan. Eventualno koliko se pojavi virus, treba preduzeti mjere opreza. Azokon a helyeken, ahol gócpontok alakultak ki, Olaszországban, Kínában vagy Dél-Koreában tömegrendezvényeket mondanak le, de más helyeken is elhalasztanak különböző rendezvényeket. A koronavírus eddig a világ csaknem 60 országában van jelen. Csehországban is megjelent az új koronavírus, három beteget találtak a cseh egészségügyi miniszter. Vasárnap délután rendkívüli sajtótájékoztatón Prágában jelentette be, hogy két beteget Prágában, egyet pedig egy észak-csehországi kórházban kezelnek. Fertőzöttek közül kettő cseh, egy pedig amerikai állampolgár. Korábban mindhárman Észak-Olaszországban jártak, ahol gyorsan terjed a járvány. Munka megbeszélésre érkezett az Egyesült Államokba Alexander Vučić, a szerb államfő ma Matthew Palmer helyettes államtitkárral az Egyesült Államok nyugat-balkáni külön megbízottjával találkozott. Washingtonban részt vesz és fel is szólal a legnagyobb amerikai Izrael barát lobby szervezet, az amerikai izraeli közpolitikai bizottság konferenciáján. Az elsődleges információk szerint nagy figyelmet kap a Koszovóval fenntartott viszony, illetve a legújabb fejlemények, amelyeket a szerb elnök Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel is megvitat. Vučić továbbá több kétoldalú tárgyaláson is részt vesz. A szerbiai RTV híradójában a minap elmondta, miután hazatér, március 4-én kiírja a parlamenti választásokat Szerbiában. Ivica Dačić szerb külügyminiszter szerint politikai manőverezés. Albin Kurti bejelentése miszerint Pristina részben megszünteti a szerbiai és boszniai termékekre kirót 100%-os vámot. A koszovói kormányfő előzőleg azt mondta, márciusban a nyersanyagokra vonják vissza a vámot, és ha Belgrád befejezi a Koszovó elismerésének visszavonására irányuló kampányát, akkor áprilisban más termékekre is kiterjesztik az intézkedést. Ezt manőverjátéknak nevezte a szerb külügyminiszter. Kurti a vámot meg is szüntetné, meg nem is, miközben zsarolja Szerbiát, véli Dačić. Taroltak az ellenzéki pártok, a jobboldali egyszerű emberek és független személyiségek nyerte a 8. szlovákiai parlamenti választást.
megelőzte a távozó kormány legerősebb pártját, a Robert Fico vezette Irány szociáldemokráciát. Magyar képviselet pedig nem jutott be a törvényhozásba, derült ki a voksolás nem hivatalos végeredményeiből, a választási jegyzőkönyvek több mint 99%-ának összesítése alapján 6 párt jutott be az új parlamentbe. A szlovák statisztikai hivatal közölte, hogy az Egyszerű emberek és független személyiségek nevű jobboldali ellenzéki párt a leadott szavazatok csaknem 25%-ával végzett az első helyen. Bejelentette lemondását Bugár Béla, a Most híd elnöke ma, a szlovák-magyar vegyespárt gyenge választási eredményére reagálva. A Most híd a parlamenti választáson nagyon gyengén szerepelt. A nem hivatalos végeredmények szerint a 13. helyen végzette a voksok 2,05%-át megszerezve. Ez kevesebb, mint egy harmada a 4 évvel korábbi eredményüknek. Bugár Béla nem jelölte meg utódját a párt élén, azt mondta, erről majd a párt szervezetei döntenek. Ugyanakkor Ravasz Ábel, a párt egyik fiatal politikusa, egyik alelnöke és jelenlegi kampányfőnöke jelezte, megvan az ambíciója arra, hogy a párt elnöke legyen. Hozzátette, nem ő az egyedüli aspiráns. Fennállásának 136. évfordulóját ünnepli Tisza Kálmán falva, gazdag művelődési program, emléktáblakoszorúzás és további számos program várta az érdeklődőket. A település napján jellemzően meghatározzák az elkövetkező időszak terveit is. Tisza Kálmán egykori magyar miniszterelnök, a település névadója, emléktáblájának megkoszorúzásával emlékeztek a helyiek és a vendégek a település alapítására, valamint azokra a történelmi eseményekre, amelyek meghatározták a magyarság életét a faluban. A falu vezetősége folyamatosan építi a testvértelepülési kapcsolatokat. A mostanihoz hasonló rendezvényeken jellemzően részt vesznek a partnerek is, és közös terveket fogalmaznak meg. Szeretnénk Ópusztaszert Bakssal összekötni, és tulajdonképpen ezáltal rácsatlakozni az Eurovelló kerékpárútra, hogy akár aki Tisza-Kálmán falváról, vagy Újvidékről, vagy innen a Vajdaságból szeretne hozzánk kerékpárral ellátogatni, és szeretne körbenézni, hiszen nem csak itt Újvidéken vannak, és a Vajdaságban vannak csodálatos helyek, és gyönyörű helyek, hanem nálunk is. A testvérvárosi kapcsolatok segítenek a gazdaság és a kulturális élet fejlődésében. Tisza Kálmán szülőfalujával, Geszttel is kiváló az együttműködése a vajdasági településnek. Akár sport, kultúra, néptánc, hagyományápolás, gazdasági téren is tudnánk egymástól tanulni, egymásnak jó ötletet adni, hogy hogyan lehetne még szorosabbá vonni ezt a kapcsolatot, és minél több embert bevonva mind a két fél részéről élményekhez, eseményekhez, rendezvényekhez kötve, minél többször találkozva gazdagítani egymás életét. A Tisza-Kálmán falvi magyar közösség minden évben gazdag ünnepi műsorral kedveskedik az egybegyülteknek. Új szakcsoportok alakulnak, a fellépőknek se szeri, se száma. Az, hogy az idén a tanító házaspár magyar életfadíjat vehetett át. Azt hiszem, hogy mind arról árulkodik, hogy egy győztes csatát vívtunk meg az elmúlt 100 évben akár, de egy jövőtámadó közösségnek az alapjait rakták le 136 évvel ezelőtt itt, Tisza Kálmán falván. Az összefogás a település arculatát is formálja, hangzott el az eseményen. A plébánia megújul, az egész falunk újul meg, a templomunkban rengeteg újítás van. Nagyon nagy az összefogás a szerb pravoszláv egyház részéről is. Ott is sok közös programjaink vannak, és így mindenképpen együtt haladunk előre. A helyi magyar közösség tenni akarását emelte ki a rendezvényen Vicsek Anna Mária, a Vajdasági Magyar Szövetség Újvidéki Városi Szervezetének elnöke. Tisza Kálmán falvi helyi szervezet az, amely az összefogásával, a programokkal, a tenni akarásával, ahogy el is hangzott, illetve azokkal a fejlesztésekkel, illetve azokkal az ötletekkel, amelyeket a Tisza Kálmán falvi polgároktól begyűjtenek és meg is valósítanak, mint például a toronyóra újbóli beindítás, mint azok a fejlesztések, amelyeket az elmúlt időszakban kiharcoltak, és amelyek az elkövetkező időszakban is tervként szerepelnek.
Az első telepesek étkezési szokásaira emlékezve a falunapon zsíros kenyeret és kocsonyát is fogyasztottak a résztvevők. Idén nyitás előtti tapasztalatcserére és a felkészülésre jöttek össze a zentai méhészek, elsősorban a téli enyhe időjárás következményeiről, a méhészet korszerűsítéséről, betegségek, kártevők elkerüléséről beszélgettek. Vendégül látták Buda István tordai mészfelvásárlót, aki a hatékony termelés alapjairól beszélt. Az időjárás függvényében kezdődik a kaptárnyitás a méhesben. Az enyhe tél megbolygatta a méhek biológiáját, körülményes lesz a tavaszi nyitás. Jobb lett volna, hogy komolyabb tél jön be ránk, de van, ami van. Úgyhogy most a méhek egyenlőre, meg egész télen is mondhatni, hogy nem húzódtak bolyba, több élelmet fogyasztottak, de mi méhészek ezt igyekeztünk kiküszöbölni azzal, hogy élelempótlással védekeztünk ez ellen. Kelendő a kistermelői méz, viszont tavaly kevés termett belőle. Volt valamennyi repcemézünk, az akác az elmaradt, továbbiakban majdnem minden elmaradt, csak a napraforgó hozott valamennyi hozamot, tehát nagyon nagy szárazságok miatt az is csökkent. A Tóni bácsi méhészkedett. A méz nagybani felvásárlása 2 euró körül alakul, ezt kevesellik a méhészek, ám a világpiaci körülményekhez viszonyítva nincs kilátásban a mézárának emelkedése. A nagyok szabják, akik tudnak sokat is olcsón termelni, és azokkal kell, hogy fölvegyük a harcot, és nincsen az, hogy mi keveset termelünk magas áron, nekünk figyelembe kell venni azt, hogy a világon az emberkék, a méhészek, akik igazán méhészek, azok nagyon nagy méhessel dolgoznak, nagyon sokat termelnek, és nagyon-nagyon hatékonyak. Úgyhogy növelnünk kell a hatékonyságunkat, növelnünk kell a méhkaptárak számát, meg növelnünk de maximálisan a tudásunkat. Az összejövetelen elhangzott, hogy a méztermelésben a varroa atka és más betegségek elleni kezelések idejének helyes megválasztása a siker egyik kulcsa. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradóban. Fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a Torontó vásárhelyi The Wheels Motoros Club. Napos és felhős időszakok váltják egymást hétfőn, esőre nem kell számítani. Tánc történetet táncolt a kamara együttes szombaton Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban. A 4 koreográfus által készített táncos estet a Fokos zenekar kísérte. A tánc történet zentai bemutatója után most Szabadkán is láthatta a közönség azt a sokszínű korszakokon átívelő táncos és zenei hagyományt, amely szinte napjainkig ránk öröklődött. A kamara együttes egész estés produkciójának művészeti vezetője Patyarek Csaba. Az alkotóknak az alapkoncepciója az volt, hogy egészen a középkorig visszanyúlva különböző divat hullámok hogyan alakították a Kárpát-medence és azon belül a magyar tánckultúrát, melyik kor mit adott hozzá, eszközök, különböző kellékek, kiegészítők, díszek, mikor és hogyan úsztak be. A Fokos zenekar nem csak kíséri a táncosokat, de az alkotó munkában is szerves részt vállalt. Párhuzamokat hoztunk bele a műsorba is zeneileg, tehát hogy ne csak a tánc történet legyen, ugye, tehát az volt a fő téma, az volt előtérben, de igyekeztünk zeneileg is ezt így fölépíteni. A Kamara Tánc Együttes a korokon átívelő tánc előadásával tavasztól vajdasági és magyarországi turnéra indul. Teltház előtt mutatta be tegnap este az Életképek a Vajdasági Tiszamentéről című táncprodukcióját az Adai Vadvirág hagyományápoló kör. Az egész estes műsort Resóczki Roland és Varga Lilla állította színpadra. A táncprodukció az egykori ünnepekhez kapcsolódó hagyományokat mutatja be. A műsor nagy péntekkel kezdődik, és a farsangi mulatságok világával zárul, ezzel bemutatva egy teljes ünnepkört. Igazából az a cél, hogy át tudjuk adni a közönségnek azt az érzést, amit mi belülről megélünk, azt a olykor szomorúságot,
olykor boldogságot, bulikat, szórakozást, élvezetet, amit a mi őseink, elődeink ránk hagytak, és ugyanezt élték meg, amit mi most a színpadon fogunk. A produkció koreográfiája több gyűjtésből táplálkozik. Táncilag ezek főként az 1970-es évek végén készült tiszamenti filmezésekből készültek, amely Mohol, Kispiac, Völgyes, Völgypart és Óbecseközségből származnak, és akkor ezek még kiegészültek nagyon minimális későbbi csontavéri gyűjtések és völgyesek gyűjtések, amelyek már a 90-es években készültek, valamint a saját gyűjtéseimből is kutatásaimban, amelyeket Kispiacon és Maholon sikerült végezni az elmúlt években. A bemutató egy mérföldkő az Egyesület életében, mondta Varga Lívia, a Vadvirág hagyományápoló kör elnöke. Ehhez foghatót még nem állítottunk színpadra, és azért fontos ez számunkra, mert ezzel a műsorral a saját, illetve a tiszamenti hagyományokat elevenítettük fel. A műsorban közreműködött még a Pendergő Tambura Zenekar és a Cécó Kamara csoport. Tavasz köszöntő sáfránydúrát tartottak ma Topolya környékén. Mintegy 15-en járták a topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület szervezésében a védett területeken az apró vadvirág után kutatva. Gyerekek is felnőttek, mintegy 15-en vettek részt vasárnap délután a Topolyai Arcus Környezetvédő Egyesület 8. sáfránytúráján. Sokan fényképező gépekkel felszerelkezve érkeztek a 3 órás betyárvölgyi sétára. Szeretem őket, szeretem a természetet járni, meg a virágokat főleg, aztán kísérem az ilyen túrákat, amikor csak lehet. A gyerekek nagy figyelemmel vadásztak a fűből kikandikáló tarka sáfrányokra. Szépek, nagyon tetszenek. Mi tetszik a legjobban rajtuk? Hát a csíkok, a szirmokat? Szirmok, igen, az van. Ja, lesz majd neki. A hagyma gumós virág a nőszironfélék családjába tartozó vadvirágunk, amelynek élő helye Dél- és Kelet-Európa. A lila, kék és fehér színben előforduló hagymás virág 3 külső sziromlevelén 3 lilás hosszanti minta található, ezért is nevezik tarka sáfránynak. Itt nálunk csak a tarka sáfrány található meg, és egyetlen sáfrányfajunk itt a vidéken. Ez gyakorlatilag a leggyakoribb sáfrányfaja az országban, viszont mindenféleképp nagyon fontos, és védendőként tekintünk rá, ami azt jelenti, hogy attól függetlenül, hogy törvény által nem védett, ettől függetlenül nagyon fontos faj, és nem javasoljuk egyáltalán azt, hogy ugye ez ki legyen termelve, vagy ki legyen szedve, le legyen szedve, átlenül ültetve kiskertekbe, tehát ezt továbbra is tilos. A 4-től 12 cm-es magasságú, évelő vadvirág egyetlen természetes ellensége a bundásbogár, amely a porzókat és a virág bibéjét támadja. Szerbiában nem védett faj, ettől függetlenül megóvás a közös felelősségünk. Az ember is nagy károkat tud okozni neki, ezért a gyepeken az avarrétek felgyújtása szigorúan tilos. A tarka sáfrány élőhelye megfelelő kaszállással vagy legeltetéssel tartható fenn. A hangos motor zajon és benzingőzön túl a barátság és az összetartozás fogja össze már 15 éve a torontálvásárhelyi Devils motoros klubot. Jelenleg 30 aktív tagjuk van, és fontosnak tartják az utánpótlást is. A 16 éves ifjabb Tóth Tibor édesapja nyomdokaiba szeretne lépni. Ő is rajong a motorokért. Több társaság is tud együtt lenni, barátságok születnek, több ismerős tudsz megszeretni, és hogyha motorozol, akkor én úgy szoktam érezni magamat, hogy mit kell szabad lennék. 20 évvel ezelőtt hagyta el szülőfaluját Tóth Tibor, aki családjával együtt Magyarországra költözött. Azt mondja, motoros szenvedélye az egész családra hatással volt, hiszen mindenki jól érzi magát a motor nyergében. Kötelességének érzi, hogy torontálvásárhely hírét mindenhova elvigye a nagyvilágban. Szívem mindig hazahozott, kint Magyarországon élök, ott képviseljük a Devilsnek a jeleit, Devils színeit, próbáljuk a mi kis falunkat fölépíteni. Mi már látszik is, hogy magyarországi tagjaink is vannak, pont most frissen az új szervezetünkbe. Rendszeresen eljönnek velünk, most már 8 éve látogatnak bennünket, nyilván az én hozzájárulásommal együtt. Ezt azonnak is köszönhessük, hogy a mi klubunk, meg a falunk vendégszeretete nagyon jó. Tehát bárki eljön velünk ide, DBA-s, én a mi kis falunkat promózom elsősorban, utána a klubunkat.
bárki eljön velünk, megérzi ennek a falunak és a barátainak a vendégszeretetét, az itteni embereknek a jó hozzáállását, a mosolyát, a baráti viszonyát. Gyuricskov Péra, a klub elnöke elmondta, téli összejöveteleikre mintegy 200-300-an látogatnak el Szerbiából és külföldről is. Minden évben csináljuk ezeket a zsurkákat, kupokat, megyünk társalogni más helyekre, komázunk, motrozunk, áll a javistenek, mindenféle itt a Szerbiában, külföldön. Úgyhogy nagyon sok barátot összeszöttünk, mind járunk hozzájuk, mi hozzánk. Úgyhogy hosszú szerint tanulunk egymástól információkat. Nagyon szép barátságot szerkesztettünk össze, úgyhogy ez most már nagyon szép, nagyon szépen funkcionál. A motoros klub vezetősége és a tagok a mindennapi megszokott teendők mellett a klub helység bővítésén dolgoznak. A tervek szerint szobákat szeretnének építeni, amelyekben lehetővé tennék a vendégek elszállásolását. Holnap, azaz hétfőn is folytatódik a változóan felhős helyenként napos idő, kezdetben még többfelé, délután inkább már csak elvétve fordulhat elő eső, zápor. Hosszabb, rövidebb időszakokban számíthatunk napsütésre. Élénk erős nyugati, délnyugati szél és 15 fokos maximumok várhatók. Ismét nyert a TSC labdarúgó csapata, a kékfehérek a Napredak együttesét fogadták a Superliga 24. fordulójában, a hazaiak már a 6. percben megszerezték a vezetést. A TSC a második játék részben hatalmas fölényben játszott, de a Napredak csapatának sikerült kiegyenlíteni 84. percben. Hajrában a topiai gárda mindent bevetett, aminek meg is lett az eredménye, ugyanis a hosszabbításban visszaszerezték a vezetést, így a végeredmény 2-1 lett a TSC-nek. Ennyi volt. A nap kiemelt híre jönnek még egyszer címszavakban. Tömeges határátlépési kísérletekről érkeznek hírek Görögországból. Határozatlan ideig felfüggesztik új személyek befogadását a tranzitzónába Magyarországon. A koronavírus miatt egyelőre nincs megbetegedés sem Magyarországon, sem pedig Szerbiában. Szlovákiában tarolt az ellenzék, magyar párt viszont nem jutott be a parlamentbe. Fennállásának 136. évfordulóját ünnepli Tisza Kálmán falva. Megköszönöm figyelmüket, ha lemaradtak valamiről, vagy visszanéznék bejátszásainkat, műsorainkat, kattingassanak a panon.rtv.com-on, ahol további híreket és információkat is találnak. Holnap a Panon Rádióban a reggelisekkel ébredhetnek, míg a Szabadkai Magyar Rádióban napindító várja a hallgatókat. Híradót követően a Tusványos 30. című magyar dokumentumfilmet láthatják. Szép estét, viszontlátásra!